következtében a saját kardjukba döltek bele? Tehát, ha jól értettem, amit elmondott, ugye itt a, a hátteret nem történt gyakorlatilag a kifizetésnél tényleges deviza mozgás. Tehát gyakorlatilag azt a pénzt, amit a devizahitelesek megkaptak, ugye a tőkeösszeget, amit felvettek, ezt a bank a saját tartalékából fizettek ki az ügyfeleknek, mert ugye itt azért hatalmas pénzekről van szó, tehát létezhet az, hogy egy-egy banknak ekkora tartaléka lenne? Vagy ezt hogyan? Tehát nem egy anyavállalattól hívja le, tegyük fel ezt a pénzösszeget devizában? Hát ez távolról sem így van. Azt kell megérteni az embereknek, és ez sokakat lehet, hogy meg fog döbbenteni, hogy a, a banknak pénzteremtő lehetősége van. Ez azt jelenti, Magyarországon 5% mellett 100%-ot hitelezhet ki, tehát ha van 5 millió forintja, akkor 100 millió forint kihelyezhet számlapénzként, úgynevezett számlapénzként. Ezt sokan nem értik, hogy mondják, hogy igen, igen, de hát mi megkaptuk azt a pénzt, tehát az nem virtuális pénz volt. Az hány napig volt, a legtöbb embernél két-három napnál tovább nem volt a birtokában az a pénz, az visszament a bankszámlára, vagy ingatlan, vagy egyéb más átutalással. Tehát egy is ugyanazt az összeget tízszer, százszor kiutalja a bank. És így fordulhatott elő mindez, ez az egész virtuális buborék. De gyakorlatilag azt mondja, hogy ezek mögött a teljesítések mögött tényleges pénzösszeg nem is állt, ez gyakorlatilag csak egy összeg volt, ami vándorolt számláról számlára, tegyük azt, ugye kifizetéseknél itt erről van szó. Így van, történt. tehát ezek fedezetlen pénzek, ehhez joga van sajnos a banknak, a kereskedelmi bankoknak. Ezek akkor válnak fedezett, fedezett pénzeké, amikor az emberek a vérverítékes munkájukkal, a fedezett pénzeket visszafizetik, onnan válik ez fedezetté. És hogy egy mekkora buborékról van itt szó, tehát hogyha van 5 millió forintja a banknak, kihelyezhet 95 milliót, a bank abban a pillanatban elkönyveli ezt, mint 100 millió forint és annak követelései, és annak utána már annak a kilencszeresét ismételten kihelyezheti. Tehát egy végeláthatatlan buborék keletkezik, és ami érthetetlen számunkra, hogy miért nem a Magyar, Nemzeti Bank teszi mindezt meg, és akkor ezek a rengeteg bevételek, akkor az államot nem a egyéb kereskedelmi bankokat gazdagítaná. Ugye itt ebben a történetben felvetette az adócsalás lehetőségét is, ugye, hogy adócsalást is elkövetnek a bankok. Ezt a kijelentést ön mire alapozza, hogyan képzeljük ezt el? Hát elsősorban a tényekre, és nagy örömömre szolgál, hogy el is rendelte az ügyészség a nyomozást ez ügyben, ugyanis nézzük a tényeket. A tények azt mondják, hogy itt az elmúlt három évben a bankoknak csak a kamatbevételük több mint 1300 milliárd forint volt. És hát tessenek megkapaszkodni, ebből nulla forintot adóztak le, illetve veszteséget hoztak ki. Ez az egyik része a dolognak. Ez egy kicsit bonyolultabb megérteni. Tehát a bankok másképp adóznak, másképp számolnak el. A bankoknak vannak különféle biztosító cégei, meg befektető cégei, ami határon keresztül átnyúlnak, és egyik a másik veszteségét átvehet, stb. hatöbbi. Erre a felvetésemre egyből megszólalt a bankszövetség főtitkára, mondván, hogy a magyarországi, a magyarországi bankok nagyon pedánsan leadózzák a rájuk háruló adókötelezettséget, Hát a tényekből kiindulva én azt mondom, hogy ezt nagyon pedánsan végig kell vizsgálni ezt az ügyet. A másik kérdés, hogy ha csak a bírósági ítéletet vizsgáljuk meg, mi történt itt? Volt egy hivatalos kamat, ezen felül volt egy árfolyamkockázat, volt egy kezelési költség, ami ugyancsak árfolyamkockázatot rejtett magába, és többletbevételhez juttatta a bankokat, mint amennyi a költségük volt és mindez nem elég, hanem ezen felül még egy kereskedelmi árrést is használtak a vételi és eladási árfolyamon. És ami itt a nagyon nagy probléma, hogy ez a kereskedelmi árrés ez nem jelent meg a kamatban. Ez nem jelent meg a teljes mutatóban sem, viszont azt tudjuk most már, hogy a bankok adózni sem adóztak, mert veszteségesek voltak. De hogy ez, ez nem kezelési költség volt, ez nem kamat volt, hanem egy kereskedelmi ár is. Hát azt jó lenne megtudni, hogy mi lett ennek a sorsa, és hova lett. És én ebből látom a legnagyobb pánikot kialakulóba a bankok részéről, nem azt, hogy itt 6-700 milliárd forintot esetleg vissza kell utalniuk, mert ezt még elbírnák a bankok, hanem esetleg, csak kérdezem, kiderülhet az is, hogy, hogy e mögött a dolgok mögött, ez a törvénytelenül befolyt összegek mögött egy sokkal nagyobb turpisság is, rejtőzik, esetleg ezek az összegek nem, hogy csak törvénytelenül lettek beszedve, hanem esetleg nem is lettek leadózva. Akkor ha már itt említette a lehetséges kifizetéseket, ugye nagyon sok ember gondolom a tévénézők között is, aki most hallgat és néz bennünket, és hát nyilván nagyon-nagyon sokan vannak, akik deviza hitelben adósodtak el, most talán egy kis reményt, sugarat látnak arra, hogy, hogy, esetleg, ha ez valóban így van, akkor, akkor visszakaphatják a, a pénzüket. Ön lát -e arra a reális esélyt? Ugye, nyilván magánszemélyként indította a Peltő, nyilván magánszemélyként nyert másodfokon is, Precedens jog ugye Magyarországon nincs itt, most csoportos perindításra sincs lehetőség. Mindenki nyilván egyénileg végig gondolhatja azt, hogy bemerje azt vállalni, hogy esetleg a saját bankját feljelent és végigmegy ugyanazon az úton, amin ön végigment. Hogyan látja most ön a jövőt a -e tekintetben? Mire számíthatnak a devizahitelesek? Hát a banki adósok érdekvédelmi szervezete elsősorban most azon dolgozik, hogy az illetékes hatóságok, azonnali hatállyal állítsák le a végrehajtásokat és kilakoltatásokat. Hát itt úgy lettek árverezve ingatlanok, úgy kerültek családok az utcára, hogy itt, itt, itt óriási törvénytelenségek vannak ezek a szerződések mögött. Ezen felül a pénzügyi szervek állami felügyeletének a felelőssége, hogy kötelezze a bankokat perenkívüli elszámolásra. Még annyit hozzáfűznék, hogy az OTP bank annak ellenére, hogy másodfokon, jogerősen, fellebbezésnek helyet nem adva, kimondta a bíróság, hogy visszamenőleges hatállyal semmis ez az eljárás. Ennek ellenére Csányi Sándor elnökvezérigazgató úr kinyilatkozta azt, hogy a, a kúriához fordulnak jogorvoslatért. Én erre csak azt tudom mondani, hogy törvény adta joga és lehetősége az elnökvezérigazgató úrnak ezt megtenni, törvény adta lehetősége úgy, mint azok, akik már nem tehetik meg, nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. Több mint 3200 ember lett öngyilkos a deviza alapú hitelek következtében. Bár jobban tenni a tisztelt bankvezetőség, hogyha nagyon csendben és alázatosan, alázattal behívnák az összes pénztárost a bankba, és elkezdenék kiszámolni azt a jogtalan, Milliárdokat, amit a, az emberektől veszettek, és ne várják azt meg, hogy itt több százezer bírósági per induljon el, mert ez sem a magyar nemzetnek, sem Magyarországnak, sem a bíróságoknak nem lehet érdeke, mert megbénítaná az igazságszolgáltatást. Én azt mondom, hogy bizzanak az emberek, viszont az embereknek ki kell állni végre a saját igazukért, az embereknek vissza kell adni az önbegbecsülést, az emberek el kell, meg be kell, hogy lássák azt, hogy nem kis pontok bebizonyítottam azt, hogy egy ember is meg tud, idézőjelbe egy ember, nagyon sok ember segítette a munkánkat, akiknek ezúttal is köszönöm. Az embereknek ezt kell látni, és én azt mondom, hogy az emberek kárpótolva lesznek. Úgy, ahogy egyszer volt a kárpótlási egy annak idején, valamilyen formában minden átvert adós kárpótolva lesz. És ha ehhez rendszerváltást kell csinálnunk, akkor rendszerváltást fogunk megcsinálni. Tehát gyakorlatilag a jól értem, hogy most arra buzítja az embereket, hogy aki Teheti, vagy aki úgy látja, az akkor pereljen? Elsősorban e, írjon egy levelet a banknak, hogy peren kívüli megegyezést keres. Ez az első lépés. Erre egy e, néhány napon belül egy mintalevelet közé teszünk a honlapunkon, nem tudom, ha bemondhatom, a kaslerarpat.hu honlapon vannak tájékoztatva az adósok napi szinten az eseményekről. Tehát közé teszünk egy, egy ilyen mintalevelet, és ezzel kellene legelsősorban megkeresni a bankot, Megadva azt a lehetőséget, hogy perenkívül, amennyiben nem, akkor, 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 és hogyha a felügyeleti szervek sem teszik meg záros határidőn belül ezeket a lépéseket, akkor bírósági pert kell indítani sajnos mindenkinek. Sajnos a bankjadósok érdekvédelmi szervezetének nincsen meg az a állomány kapacitása, hogy minden egyes embert fel tudjon karolni, ezért ugyancsak a honlapunkon teszük közzé azokat a beadvány mintákat és egyéb segítségeket, hogy el tudjanak indulni. Tehát ö, olyan 30 és 350 levél között kapunk naponta, ezeknek a feldolgozása ö, ez, ez iszonyatos adminisztrációs munkával jár. Tehát úgy látja, hogy az emberek azért mozgolódnak ezen a területen, vagy mindenki tenni akar. Már csak emiatt is... Ö, Ön nem gondolja, hogy esetleg a politikának is felelőssége lenne, hogy lépjen ezen a területen? A politikának óriási felelőssége van, a politikának 20 éve, 22 éve óriási felelőssége van. Az, hogy ez megtörténhetett, az, hogy ez megtörténhetett, az lényegében a politikának köszönhető. Tehát itt az elmúlt két évtizedben lerabolták Magyarországot. Le is járt a gyakorlatilag egyetlen egy kérdésem van, még ez időközben is felmerült bennem, hogy bizonyára tapasztalt vagy tájékozott ezen a területen a külföldi gyakorlat, ebben hasonló a magyarhoz, vagy a külföldi bankok teljesen másként folyósítják a hiteleket, mennyiben fedezhető fel hasonlóság? Hát itt a közelszomszédokban van egy pár hely, a volt tagállamok, a volt szovjet tagállamok között, ahol hasonló, de távolról semmilyen mértékben, ez majdnem azt kell mondani, ilyen mértékben egyedülállóan Magyarországra vonatkozik. Tehát ez itt egy magyar sajátosság, egy magyar rendszer, amit kialakult a magyar, Magyarországon is jelenlévő bankok között. Így van, és ezért kell egy magyar sajátos megoldást kidolgozni, egy magyar sajátos rendszerváltást. Kásler Árpád, nagyon szépen köszönjük, hogy stúdiónk vendége volt, és megosztotta velünk ezeket az információkat. Én köszönöm. A nézzüknek pedig köszönöm meg tisztelő figyelmüket számítunk önökre a legközelebb is további kellemes estét viszontlátásra. A műsorvezető ruháját az orszégy biztosította.